Március 9-én adták át az év logopédusának járó Ajton Péter díjat a Rózsakerti Wolf Pékség és Cukrászdában. 11 éve adjuk át az Ajton Péter díjat. A logopédus munkaközösség szavazza meg mindig az év logopédusának, aki abban az évben valami kiemelkedőt tett a közösségért, illetve több plusz munkát vállalt a közösség érdekében. A kitüntetés Szabó Edith Boglárka kapta, de egy másik díj átadására is sor került. Az idén egy kivételes alkalom volt, amikor is két díjazottunk volt. Az egyik, miután az Ajton Péter díj, az egy vándordíj, tehát az egyiket valóban most is egy kolléganő kapta, aki jövőre továbbadja. A másik díj viszont egy posztumusz díj, egy tavaly elhunyt kolléganőnk Kovács Csilla emlékére egy örökös Ajton Péter díjat adtunk át a gyermekének, Kovács Ádámnak. Az elismerésünk és szeretetünk és annak jeléül, hogy ő örökké szívünkben él és munkájára mai napig büszkék vagyunk.